Három dolgot szeretnék elmondani neked. Az első az, hogy sokszor nagyon kemény az élet. És a kihívás nem feltétlenül egy gonosz, nagy erejű ellenség, hanem egy sokadjára ismételt vizsgával, munkahelyi feladattal, szakítással, válással kell megbirkózni. Vagy azzal, hogy akit szerettünk, nincs többé. Könnyű motiváltnak lenni akkor, amikor minden rendben van. Amikor a csekkek be vannak fizetve, van mit enni, és még a barátaiddal is sokat tudsz lenni. Akkor mindenki könnyen vidám. De az élet olyan, mint egy hullámvasút. Nincs olyan, hogy a csúcson vagy, és úgy is maradsz. Nem igaz, hogy elérhető az örök gondtalan boldogság. Ezek hazugságok. Viszont ez nem is baj, mert szerencsére az élet így teljes. Természetes, hogy néha szomorú, dühös vagy éppen unott vagy. Előfordul, hogy néha minden rossz és legszívesebben fel sem kelnél az ágyból. Ne folytsd el! Éld meg nyugodtan ezeket az érzéseket is. Csak ne rakadj beléjük, és ne éld át őket újra és újra folyamatosan. A rossz szükségszerű. Ahhoz képest létezik a jó. Annál jobban meg tudod élni az örömet. Mert tudod, hogy milyen rossz volt, most pedig mennyire jó már. De azt is tudod, hogy lesz még rosszabb máskor is. És ez így van rendjén. A jó és a rossz pont egy olyan ellentétpár, mint az élet és a halál. Az életnek az ad tartalmat, az ad értéket, hogy egyszer vége lesz. Ha halhatatlan lennél, az életed és az idő üres lenne, semminek nem lenne jelentősége. Ha semmi rossz nem történne veled soha, nem tudnád értékelni a jót. Nem azt kívánom, hogy ne legyen problémád az életben, hanem azt, hogy mindig legyen erőd megoldani azt. Tehát az első, amit örökre meg kell jegyezned, hogy lesznek rossz pillanatok mindig. De nem kell elkeseredni teljesen, mert jó pillanatok is lesznek. Mindig. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy keresd mindenben az arany középutat, az egyensúlyt. Ha a sikert hajtod egész életedben, nem szánsz időt a családodra és barátaidra, akkor a halálod napján mit ér majd a saját szemedben a megszerzett vagyonod? Ha viszont csak a mának élsz, mindig a barátaiddal lógsz, és a családoddal töltöd az idődet, miből fogod eltartani magad, vagy miből adsz szeretteidnek? Találd meg az egyensúlyt! Ha sokat dolgoztál, játsz! Ha sokat játszottál, dolgozz! Találd meg az egyensúlyt! Sem a falás nem jó, sem az éhezés, sem az állandó lustálkodás nem jó, se a mindennapi ájulási edzés. Sem a túl kevés alvás, sem a túl sok, sem a mindig csak én, sem a mindig csak mindenki más előttem. Ez vezet a harmadik dologhoz, ami az, hogy ne csak magad körül forogjon az életed. Rendeld magad alá a saját boldogulásodnál egy nagyobb célnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz magaddal és mindent tegyél előbbre, hiszen üres tányérból másnak sem tudsz enni adni. Hanem találd meg az arany középutat az én és a mi között. Életed legnagyobb célja ne csak neked legyen jó, neked is, de másoknak is. Ne üldözd a boldogságot, ne akard a boldogságot, mert akkor sosem fogod megtalálni. Ironikus módon a boldogság akkor adatik meg, ha nem azzal foglalkozol, hogy az legyél. Ha csinálsz valamit, ami szerinted fontos és hasznos az életben. Ha segítesz másokon, ha valamiből nem akarsz folyamatosan többet, hanem azt tudod mondani, köszönöm, elég, akkor lesznek boldog pillanataid. És közben lehet, hogy másokat is boldoggá teszel. Több ezer gyertyát meg lehet gyújtani egynek a lángjával anélkül, hogy csökkentenéd annak életét.
hogyha tetszett ez a videó, dobj rá egy lájkot és oszd meg, hogy mások is láthassák. Ha szeretnél még ilyet látni, iratkozz fel! Ha van kedved, kövess Facebookon és Instagramon is! És még valami, ha tetszenek a videók, adott már neked valami pluszt az életedhez a csatorna, akkor kérlek támogasd a működését! Kellemes ünnepeket kívánok neked! Kamehameha!